A sztrájk törvényt még az 1989 évi hetes törvény szabályozta, ez 2010. decemberétől változott. Ez azt jelenti, hogy egyfajta elégséges szolgáltatást kell nyújtani a munkáltatónak, tehát a pedagógusoknak ezt a bíróság határozza meg, valamilyen elégséges szolgáltatást kell nyújtania. Kell egyfajta egyeztető eljárás a vitásfelek között, ami egy ilyen hétnapos eljárás, és azt követően elvileg a bíróság mondja meg, hogy mi az, ami elégséges szolgáltatása a tanárok és a pedagógusok vonatkozásában. Mit vonhat ez maga után ön szerint, hogyha többen csatlakoznak? Mire lehet számítani? Én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy nagy szünetben kimennek és tiltakoznak, az mindenképpen nem akadályozza az oktatást. Adott esetben ezt egy bíróság dönti el, hogyha egy óra kimarad, az az elégséges szolgáltatásnak minősül-e a sztrájk törvény értelmében. Hát milyen következményeket és kiket érhet itt felelősség? Tehát, hogy kit terhelhet felelősség ilyen esetben? A tanárokat felelősségre lehet vonni majd azért, mert kivonultak? A jogellenes sztrájk esetén adott esetben felelősségre vonhatóak, de mondom még egyszer, ez felfogható egy a polgári engedetlenségnek egyrészt, másrészt pedig, ha mondhatjuk azt, hogy egy óra szünet, az még úgymond belefér, az elégséges szolgáltatásban beletartozik. Gerő Tamás jogász, köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.